Rengeteg mindentől egyfélig, hogy az edzőteremben, mondjuk a hétköznapi életben nem vagyok elég jó, nem fog sikerülni, mit fognak mondani róla az embereket. Rengeteg félelme lehet az embernek, hogy hogy nézzen hozzá, hogy tudjuk ezeket leküzdeni, hát szembe kell, hogy nézni, nem nincs pirula, hogy beveszed és nem félsz. Illetve én arra jöttem, hogy ez egyáltalán baj, hogyha fél az ember. Ugye, aki főleg, hogy ha az, hogy kisport világára hozott, versenyzik, például én is azért kezdtem újra fentünk versenyzni, mert féltem. Nem tudtam, hogy most ez mire jó tudás volt, tudom remélni. És akkor elmentem, vagy olyan emberekhez, akik azért jönnek, hogy elégítik a fejemet, és akkor oda állt, és akkor ki megtudod, hogy mi történik. És hogyha nem az eredményért mész, hanem a saját magad célodért, mindegy, hogy nyersz, hogy veszítesz. Nekem az elején az volt a célom, hogy kimerjek állni magamért. És mindegy, hogy nyerek veszítek, hogy én ott beleadtam mindent, mindegy, hogy nyerek veszítek, a számot az már siker. Tehát már győzelem, mert azért jöttem, hogy szembenézek ezzel. És újra szembe kell lenni, tehát nem volt elég egyszer. Sőt, a mai napig, ha elmegyek versenyre, akkor most is van bennem félelem. Esetleg nem akkora, mint ami eddig volt, vagy jobban tudom kezelni, jobban tudom használni, de attól, hogy van bennem. És talán jó is, hogy az ember van egy kicsi, hogy úgy néz be, hogy nem félsz semmitől, az nem tudom, az lehet, hogy egy kicsit ilyen könnyebb lesz, és pont azért, hogy kikapni, vagy nem készülsz fel annyira rá, nem tartasz annyira az ellenben, szóval egy kicsit nem volt, hogyha van az emberben. De hogyha sok van, akkor is próbálj nem azt mondani, hogy nagyon sok, hogy félek, akkor gyáva vagyok. És a vagyok szó, az mindig a lényedre azonosítja, hogy ilyen vagy. Én azt mondom, hogy maximum gyáván viselkedsz. De nem te vagy a gyáva, mert te egy ember vagy is kész. És miért döntetnél úgy, hogy meghátrálsz? Ugye négyféleképpen tudsz szembenézni egy félelme, akár egy védelmi szituáció, akár bármi, vagy harcolunk, vagy hát lefogyunk, és nem tudunk elmenekülni a szituáció elől, vagy elmenekülünk, vagy megkérünk még valakit, hogy harcolj helyet. Ez a lényeg. Ugyanúgy az önvédelemben is, meg egy probléma, hogy félelmet ezt. Tehát az, valaki nem mer felszólalni emberek előtt. Nekem is ez azért félelmetes, hogy kiálljak, mert ez mindig támadási felület, hogy megmutatsz magadból egy részt, és akkor ezt lehet hitázni, ezt lehet felszólalni, mert most te így gondolod, és ez nem jó, és akkor ez mindig félelmetes az ember, hogy fognak szólni a másikra. Tehát ezt is gyakorolni kell, hogy ez megszólalni. Ez is félelmetes szituáció. Lehet valakinek, és akkor megint is vagy harcolok, vagy jövök és csinálom, vagy azt mondom az örökre, hogy a fáj hasonlóra nem tudom megtartani, és akkor fogas. Vagy itt vagyok, és akkor az van, hogy és akkor lefagytam, vagy megkérek valami hoztamon valakit, vagy aki majd megtartja helyette, vagy akkor elhagyta volna. Tehát ugyanúgy meg lehet ezeket csinálni. De lényeg, hogy szembe kell vele nézni, amit a félsz, és itt is a fokozatosság el, a lépésről lépésre. Ne akar azonnal. Ugyanis, hogyha félsz a küzdést, de félsz a ütést kapni, akkor azt mondom, hogy ne is olyan küzdést válsz, ahol be lehet ütni. Akkor menjen, ahol csak van dobás, ahol csak van fölött, azok nem ütnek meg. És hogyha ott már beleerősít, akkor kezd egy olyan dolog, most lehet letűnni rúgni. És azt is kezd nagyon lassan. Kezd fokozatosan. Ne abban, hogy azért full kontakt küzdelem, amire ebben megcsináltad, lehet, hogy neked van arra szükséged. Én inkább a fokozatosság elmének hívja. És ugyanaz, hogyha mondjuk félsz a tégiszögben, félsz a magasvágtól, ne azt csinálsz, hogy fölmész a 10 emeletes tetejére és lenézel, mert lehet, hogy ha lefogsz égni, mert ez tégiszögben. Állj fel egy székre, és nézd meg, hogy mi történik. Mert hogy hogy már ez is sok, hát akkor gyere le, megint állj fel, megint gyere le, tehát hogy hosszoktas hozzámot. Ha jó a szék, állj fel az asztalra, felállsz az asztalra, és akkor így felállsz a létrára, és szép fokozatosan beleszoksz, hozzászoksz a félelmehez, figyeld az érzést, hogy benned van. Félelem érzése van benned, hogy ott van, nem pedig a te vagy maga félelem, te vagy a gyáva, te vagy a rossz, mert csinálsod az rajnak, hogy béna vagyok, rossz vagyok, mert nekem ez nem megy. Tehát megint a lényegre azonosítod magad, és az sose jó. Max azt mondod, hogy nem jól csinálom, mert szarul megyek azok, és azt mondod, hogy rá sem tudok, szar vagyok, mert csak van, hogy elkének el, minek. Az, hogy ami nem megy, mert nem elhazudni kell a valóságot, csak sokszor rosszul értelmezik a dolgot, mert rosszul használjuk a szavakat. Magamra azt mondom, hogy milyen szar megy, nem milyen szar megy. Az lehetséges. Nem is, hogyha fokozatosan elkezdesz foglalkozni, mert előbb-utóbb célszerű, mert le lehet tagadni, csak akkor beszűkíted az életedet. Hogyha félsz a magasságtól, akkor nem megyek se ide, se oda félsz a repülést, nem megyek se oda félsz kocsiba, akkor tehát előbb-utóbb a félelmét be fogom zárni téged. Ami megint nem felétel a rossz, lehet, hogy valaki négy fal között is jól érzi magát, de mindenki szűk. Az élettelét az ember. Ha viszont elkezdesz szépen szembenézni vele, akkor megvan legalább az esélye arra, hogy a változó és kitárulnak a világ körül.